Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, Én Balázs vagyok, és beszéljünk a tegnap megjelent Jedi Fallen Orderről. Mielőtt bármibe belekezdenénk, szeretném leszögezni, hogy ebben a videóban nem lesznek spoilerek. Vizuálisan sem nagyon, és úgy általában sem fogok beszélni a sztoriról, már csak azért is, mert még nem értem a végére, sőt, még igazából a játék negyedénél járok csak, de úgy érzem, hogy szeretnék vele lassan haladni mert egy kiváló játék, de azt is szeretném, hogy ti is próbáljátok és játszatok vele, amennyire ez megoldható. Um, ez egy ajánló lesz igazából, egy első benyomásos ajánló. Egész egyszerűen nem akartam a kritikát csinálni, még nem érek a végére, aminek el fog majd jönni egyébként az ideje de éppen ezért nem is szeretnék spoilerekbe belemenni semmilyen szinten. Ez a játék nagy részt szól a felfedezésről, és szeretném, hogy ezt magatoknak, magatok éljétek át. Nem lesz például arról sem szó, hogy hány bolygó van a játékban, mik ezek a bolygók. Beszélek majd kicsit a hosszáról, nagyjából várható hosszáról, de igazából ennyi. Úgyhogy vágjunk is bele. Ami gameplayt fogtok látni, az véletlenül vagy nem, pontosan az a gameplay, vagy az a része a játéknak, ami az E3-as prezentációban látható a Kársik bolygóról, hogyha láttátok ezt a prezentációt, akkor tudjátok, hogy mi lesz, pontosan ugyanazon a, a pályán fog végigmenni, amin a, a, akkor az E3-on bemutatták a játékot, és igazából csak háttérnek van, hogy lássátok egyrészt, hogy milyen a valóságban az, amit mutattak, másrészt kicsit arról, hogy milyen a, a teljesítmény a játéknak, és harmadrészt pedig, hogy menjen valami alatta. Kezdjük a teljesítménnyel, mert talán ez az, ami sokakat érdekelhet, és ez az, amiről legkevesebbet tudok mondani. Nekem jól fut a játék. Láthatjátok, hogy néha néha beröccög, néha beakad. Szerintem ezen lehet javítani, és remélhetőleg fognak is rajta javítani. De összességében ez azért is van, mert epikentolom, vagy Ultimate, vagy nem tudom, mi a neve a legmagasabb beállításnak. Rárakta magát a játék erre a beállításra, én meg mondtam, hogy oké okay, legyen, hogyha te így gondolod, én nem fogok vele vitatkozni. Uh, inkább lehet itt szó arról, hogy uh, nagyon ritkák ezek a beakadások, mondjuk most itt kifejezetten sok van, de inkább lehet arról szó, hogy megerőlteti magát a játék, és, 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 nem feltétlenül alapvetően van elrontva, mint mondjuk a Red Dead Redemption 2 volt, hanem amikor tényleg nagyon sok minden történik, akkor kicsit beakadhat. Amúgy viszont hozza a 60 FPS-t, és nem is igazán a harcokhoz köthető ez a beakadás, hanem, hanem inkább helyszínekhez. szóval ez szerintem van nem annyira para. 1080p a felbontás, egy, és amúgy egy i5-ös processzor és egy 1060-as videókártya, szóval ennyit az alapokról. 16 giga RAM. tényleg befejeztem a technikai részét a dolognak, mert nem igazán tudok mit mondani ezen. Azon túl, hogy játékam játék amúgy maga gyönyörű, fantasztikusan szép. Egyrészt az art direction nagyon jó, másrészt a, a, a részletek, a, az a munka, amit beleraktak. Harmadrészt Star Wars és, és minden ízében Star Wars, tehát ez annyira Star Wars játéka, mennyire lehet Star Wars egy játék, és ez tényleg az utolsó centiméteréről is ordít. Amivel most sokat láthatjátok a harcot, beszélünk a harcról, arról, hogy én vagyok béna ebben, vagy pedig nehéz a harc. Um, összességében ez a játék, ez két, nagyon sok minden helyről veszi az ő ötleteit, és semmit sem csinál kifejezetten kiemelkedően jól, viszont az a minden, amit, amit egybe rak, az nagyon jól működik. Tehát a, a jól bejáratott elemeket nagyon jól rakja egymás mellé. Én két részre mondanám a játékot, vagy két résznek mondanám. Az, egy, az egyik a felfedezés, a másik pedig a harc. A felfedezés az szinte teljes egészében olyan, mint mondjuk a Tomb raider vagy állítólag az Uncharted-ban, erről nem tudok, mert ezzel nem, nem igazán játszottam soha Uncharted-dal, de ez a felmászunk ide, átugrunk oda, ilyen típusú felfedezést kell elképzelni nyilván gyönyörű területeken megyünk át, és maguk a bolygók fantasztikusan néznek ki, maguk a helyszínek, és ehhez kapcsolódik maga a másik része, ami, ami kb. 60%-a a játéknak, az pedig ez a Dark Souls féle játék. Nem csak a harcban, mert ugye már korábban megállapíthattuk, hogy a harcban nagyon Dark Souls a játék, tehát abszolút fogja azokat a, az ismert dolgokat, hogy hogy, hogy Sokat kell perizni, nagyon sok ellenség van erről, mindjárt beszélek. Inkább először a felfedezés kapcsán a pályáknak a felépítése. Döbbenetes. Tehát nem is az első pálya mutatkozik meg igazából, hanem a második volt az, ami, ami engem abszolút azt lehetettem tőle a hajam, hogy hogy ez, ez fantasztikusan össze és fantasztikusan ki van találva. Ugyanazok, hogy megyünk egyik részéről a pályának a másikra, ez inkább a Tomb Raiderre hasonlít, viszont vannak mindenfajta... Le, levágók, amiket utólag lehet aktiválni, és a rengeteg felé elmegy a pálya, rengeteg felé elágazik, és sok felé nem is tudunk menni, hanem majd utána kell visszajönni, mikor folyamatosan szerezünk a képességeket. És amúgy folyamatosan szerezzük a képességeket, tehát még én nekem most, nagyjából öt órányi játék után sincs meg minden képességem, hanem ezt majd a story át fogja adagolni valószínűleg a játék. Egyébként meglepett, hogy a felfedezésben mennyire sok a puzzle. Egyrészt magában abban, hogy hogyan jussunk tovább, másrészt konkrétan puzzle ad eléd a játék, és ezek nekem tetszettek, mert tényleg volt olyan, ahol el kellett gondolkoznom, hogy oké, okay, akkor most hogyan tovább. És ezek a puzzle általában mindig Együtt mozognak vagy egy kézben vannak a felfedezéssel, tehát mondjuk hiányzik egy valami, akkor megyünk és megkeresünk a valamit, amit lehet, hogy valami őriz, amit meg le kell győzni, szóval uh, fun az egész család számára. De tényleg nagyon jó, legalábbis szerintem semmi extra, nem kell túl gondolni, de meglepően jó egy sima akciójátékhoz képest. Lehet, hogy érezték, mert néha a kis droidunk elkezd pittyágni, hogy segít, ha gel, én megmondom, hogy nem, kösz, megoldom. És a harc, ha már a harcról esett szó kicsit, és láthatjátok, hogy amúgy sokat küzdök is ebben a játékban, vagy ebben a játékmenetben. Uh, nekem a harc nagyon tetszik. Én nekem mindig is szimpatikus volt ez a lassú Dark Souls féle harcrendszer, de őszintén szólva az összes játék, ami ezt használja, szinte kivétel nélkül uh, nem az én zsánerem. Tehát én nem igazán szeretem a, az, az ilyen depis fantasy, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, de nagyon-nagyon nagyon távol áll tőlem ez a horror uh, atmoszféra, ami mondjuk a Bloodborne-ban van, vagy a simán csak uh, dark fantasy, ami pedig a Dark Souls-ban, és nem is nagyon tudott sosem bevonni annyira maga a játék, hogy érdekeljen. Viszont ez egészet áthelyezve egy Star Wars világba, yes please! Lesz az, lesznek olyanok, akiket ez el fog uh, kicsit tántorítani, Néztem livestreameket is, uh, amikor pihent a gép, vagy amikor dolgozott a gép, mondjuk a rendelésem, és ott nagyon sokan írták chatbe, hogy mennyire, mennyire nem tetszik ez nekik. És tényleg ez olyan, ami ami nem való mindenkinek, úgy gondolom, de uh, egy kis türelemmel és egy kis, uh, egy kis alázattal, ha szabad ilyen nagy szavakat használnom, olyan játékélményt ad ez, mint semmi más. Tehát a, a, az erőknek a, a váltogatása az egyszerűen fantasztikus. Nem csak az erőknek, hanem a, 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 annak, hogy kivel hogy bánunk kell. Az egyiket levágjuk, a következőt, a következő másodpercben visszaütjük a lézersugarat, mert pontosan, tehát nem elég, hogy védekezünk, pontosan jók, jókor kell megnyomni a gombot ahhoz, hogy visszaüss a lézersugarat, és azzal leöljük a Stormtroopert. A, a, harmadikat perizzük, a negyediktől a arrébb és úgy harcolunk, az ötödiket ellökjük messzire, és ezeknek a váltogatása olyan élmény, amire még nem volt példa. Sokan szokták mondani a, Force unleashed viszont a Force unleashed az egy óvodás próbálkozás ahhoz képest, ami itt történik. Szerintem, szerintem ez, 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 ez a legjobb ö, fajta fénykardos kombat, amit láttunk valaha játékok, videójátékban. Még a Jedi Knight-nál is jobb. Kicsit persze csalajáték, mert azért, hogy jobb legyen, ahhoz például megcsinálja, hogy nagyon sok ellenségnek ad közelharci fegyvert, vagy közelharci képességet. De alapból kb. A, az ellenségeknek a fele olyan, aki, aki, ember, és kapott mondjuk egy fink... Fény, nem fénykardot, hanem kapott egy ilyen lángoló botot, vagy nem is tudom, batont, és azzal próbál legyőzni minket, vagy pedig uh, droid, aki közelharciban járatos vagy közel, közelharcban jó. És ehhez képest uh, vannak másik fajta, ami pedig a fauna, uh, akik sokat fogunk harcolni. Ezek is láthatóak ebben a gameplayben. Nem tudom, nem eljutunk odáig, de hát eljutunk, azok a pókok, de emlékezhetek például kásikon a pókok. De igazából mindegyik uh, bolygónak, mindegyik helyszínnek van elég sok ellenség típusa. Tehát ilyen meglepően sok. És azért az tényleg jó érzés, mikor nem csak. Uh, sima gyalogosokkal találkozik az ember, hanem belépsz egy terembe, és szembe jön egy olyan... egy olyan ellenség, akivel még nem találkoztál, egy olyan fajta ellenség, és tudod, hogyha legyőzöd, az először is nem fog könnyen menni, másodszor utána, később mezei ellenségekkel fogja őt, őt keverni. És ez szerintem baromi jó. Tehát nagyjából arra kell gondolni, mint amikor ó, nem fog eszembe jutni, de a, az egyik ilyen korai Dark Souls bossból csinál a játék. Uh, utána később mezei gyalogos egységeket. Uh, nagyjából ugyanez, ugyanez a gondolat van mögötte. Um, mit akartam mondani még ezzel a kapcsolatban? A harc kiváló, tehát tényleg nagyon-nagyon jó, és, uh, és én, én nagyon élvezem. Újra termelődnek az ellenségek, szóval uh, nem kell attól félni, hogy az ember nem tudná kihasználni, vagy nem is tudom. Ugyanúgy, mint a Dark Souls-ban. Amikor meghaz vagy amikor uh, amikor pihensz, és visszatöltöd az életedet, akkor újra töltődnek az ellenségek. Visszatölteni az életet amúgy így lehet, meg az Estus flaszkokkal, amiket itt nem így hívnak, de nyilván ugyanaz. ez kezedben kettő lehet, és harc közben kell benyomni. A kis droidunk fog ebben segíteni, aki úgy remek társ, és nagyon sok mindenben segít, és komolyan személyisége van. Tehát nem lehet nem szeretni azt a kis droidot, és az ember azt érzi, hogy sosincs igazán egyedül. Ami király. Legalábbis én nagyon, nagyon értékelem. De visszatérve arra, hogy uh, újra temődnek az ellenségek, igen, és hogy tudjuk ott gyógyítani magunkat, igen, um, én, én nekem ez nagyon bejött, őszintén szólva. És mivel minden harc más, de itt tényleg minden harc más, ezért azt se hogy, ő, uh, most oké, okay, meghaltam, az utolsó ellenség megölt, akit le kellett volna győznöm a csapatból, de ettől függetlenül uh, nem éreztem azt, hogy oh, vissza kell mennem újra megcsinálni az egészet, mert élveztem annyi könnyítést ad a játék, azért azt hozzátenném, hogy ez nagyon casual. Tehát ahhoz képest nem nagyon casual, de egy Dark souls hasonlítva nagyon casual a játék. E, valószínűleg a Dark Souls fanok így kiröhögnek, vagy a Bloodborne, vagy a Sekiro fanok, hogy én a Dark Souls-hoz hasonlítom ezt a játékot, viszont tényleg ahhoz hasonló, csak nem annyira nehéz. Az más kérdés, hogyha felveszétek a legmagasabb nehézségi fokra, akkor azért meg fogtok küzdeni vele. Ezt most garantálom. De összességében tényleg nem annyira nehéz. Például az egyik könnyítés az az, hogy az ellenség Ugye, hogyha megölnek, akkor a következő szintlépésig összegyűjtött XP-ket, azokat uh, elveszi a játék. Viszont amint ütsz egyet abba az ellenségbe, aki megölt, azonnal vissza is kapod ezt. Nem kell megölni, és nem kell azonnal. Tehát olyan is előfordulhat, és elő is fordul, hogy ugye mielőtt visszaérnél hozzá, valaki más megöl, Ettől függetlenül én úgy vettem észre, hogy, hogy megmarad az a képesség, hogy visszakapd az XP-t. Úgyhogy én, ezt, én ezt, ezt, a könnyítést úgy gondolom, hogy ez teljesen belefér egy ilyen casualabb játékba, mint ami például most ez, a Jedi Fallen Order. És milyen, mint Star Wars játék? Nos, hogy a Star Wars single játékokból nem vagyunk túlságosan jól eleresztve, és ami a legutóbbi volt próbálkozás, az a Star Wars Battlefront 2 single és bolyó boly, zongorázni lehet a különbséget. Tehát egészen elképesztő, hogy mennyire más a két játék. Az, amelyik konkrétan single playernek készült, és az, amelyiket így mellékesen belerakták, én kényszeredetten. A legjobb példa talán erre, az egyik legjobb példa az az ellenségek so sokszínűsége. A másik legjobb példa pedig az, hogy van egy játékban egy turret section. Legalábbis egyenlőre én egyáltalán találkoztam. És tanítani lehetne, hogy az hogy van felépítve. Ellentétben azzal, ahogy például Battlefront 2-ben fel van építve a hihetetlenül bosszantó, idegesítő és unalmas tarot section, itt nem fogom elmondani, hogy mi történik, de először is úgy érezzük, hogy megküzdöttünk azért a turretért, uh, másrészt pedig úgy érezzük, hogy nem tart túl sokáig. Tehát az egész nagyjából két perc, nem húzza az idődet negyed órán át. És ez, ez nagyjából le is írja a filozófiáját annak, hogy, hogy mi a különbség a e közötti játék között és a Battlefront 2 összecsapott single között. És Star Wars játéként pedig remekül működik. Egyrészt ott vannak az ismerős elemek, ugye ez a negyedik és az, pontosabban a harmadik és a negyedik rész között játszódik. Ott vagyunk ebben az átmeneti időszakban, már szerelik szét, vagyis még ott vannak a klónok háborújából visszamaradt roncsok, de már elkezdték őket szétszerelni, konkrétan így indul az egész játék, és folyamatosan találkozunk ilyen roncsokkal. Találkozunk ismerős arcokkal is, uh, én már én egyáltalán találkoztam eddig, és egy, egy féllel, <laughs> és erről ennyit fogok most mondani, de amúgy nagyrészt új karakterek, ismerős fajok, még még ek is vannak egyébként a játékban, nagyon minimálisan, de vannak, úgyhogy mint Star Wars játék, abszolút maximálisan, fantasztikusan jól működik, és... Nagyon sokban emlékeztet egyébként a Kotorra. Szóval, ha még, ha még lehet ez fokozni a szuperlatívuszokat, akkor úgy mondjam azt is, hogy a Kotorra is nagyon emlékeztet ez a játék. Nyilván a Kotor ez egy egészen más kategória, ott azért 60-80 órás játékról beszélünk. Ez nem az. Ez egy, ez egy könnyedebb, de nagyon jól, nagyon profin összerakott akciójáték mindenek előtt. De úgy gondolom, hogyha például a végére érek, akkor én, akkor én egyrészt össze fogom szedni, a, az összes gyűjtögethető szírszalat, ami benne van. Ezek a gyűjtögetők egyébként nagyrészt lore, tehát ilyen story, vagy a világról mesél, Kis részt, vagy másik fele részt pedig skinek. Ruhák, a droidunknak skinek, az űrhajunknak skinek. Ne kérdezzétek, ezek hogy kerülnek ládákba? Ez egy, ez, egy, ez egy rossz kérdés, ezt a kérdést nem most kell feltenni. És a másik részt pedig. Ah, a fénykardunk! Ugyanis a fénykardunkat 6 ponton lehet testre szabni, amiből a szín a legnyilvánvalóbb, és a markolók különböző pontjait uh, is testre szabhatjuk. Mindegyiknél ilyen 10-12 fajta opció közül lehet válaszolni, úgyhogy egészen elképesztő. Tehát tényleg fantasztikus, hogy, 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 ez is benne van. Aztán vannak ilyen gyűjtők, vannak más gyűjtőketetők, de nem fogom őket lelőni, mert tök fanok szerintem ezeket, hogy ezekre így rájön, hogy mik a Tehát amikor én a végére érek majd ennek a játéknak, akkor valószínűleg vissza fogok menni. Egyrészt összegyűjtöm az összes pályáról az összes mindent, másrészt pedig újra kezdem az egészet. Nem tudom, van egy New Game Plus, azt hiszem nincs, de nem zárom ki, hogy egyébként belekerüljön. Később, és azt fogom csinálni, amit még kb. sosem csináltam egy játéknál sem, és újra kezdem egy nehezebb fokozaton. Mert ez a játék az, ami, ami, ami lehet az én szekiróm. És ez kb. a legjobb dolog, amit, amit elmondhatok egy, egy játékról. Mert én a szekiró is nagyon szerettem volna játszani, de egy ponton olyan irányt vett az egész világa, ami nekem sajnos nem adta. De ez a Star Wars, és fantasztikus, és remek, és gyönyörű, és tökéletesen van megrendezve, mind a pályadizájn fantasztikus, mind pedig az átvezető animációk tökéletesek. Hosszáról még nem beszéltem, nem is tudok pontosat mondani. Annyit tudok, hogy én 5 óránál járok most, és azt írja a játék, hogy 26%-ra van kész. Um, 20, amúgy 20 óra körüli írták a kritikákban azt, hogy milyen hosszú ez a játék. És uh, úgy gondolom, hogy 20 óra, ami feltornázható 30-ig a gyűjtögethetőkkel, meg a, a pályakitakarítással, és talán még tovább is, hogyha az ember nagyobb nehézségű fokozaton kezd neki. Amit mindenképpen ajánlok, mert, mert úgy a harc egészen más. Tehát az egészen más. Nagyon egy egyébként, hogy, hogy mennyire jól lehet használni a környezetet. Azt, hogy lelökni az embereket, az ellenséget a szikláról. Mikor látod, hogy ott van egy csomó-csomó egység, és van köztük egy nagyon erős, és fogod, és egyszerűen csak a, a, mélybe, ami nagyon-nagyon vicces tud lenni. És még így is marad rengeteg kívás a harcban, hogyha a legerősebbet kiveszed. Oda kell figyelni, nem lehet beleront, belerondítani, bele belerohanni. Ahogy szokták mondani a Dark kapcsán, a csontvázak is szétszednek. Itt ugyan a sima Stormtrooperek nem vesz, nem szednek szét, de a batonnal felszíne Stormtrooperek már, már nagyon. rohamosztogosok egyébként, már nagyon keményen szét tudnak szedni korai még nagy dolgokat mondani, meg kijelenteni, de srácok, nekem ez ott lesz az évjátékai között. Nyilván véke játszom először, hogy lássam, hogy, 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 nem tudom, nincs a közepén időutazás, vagy valami ilyesmi baromság, amit tökre hazavágna az egészet, vagy nem, nem tudom, hogy lehetne elrontani. Talán az, hogyha tényleg nagyon rövid lenne, vagy, vagy nem is tudom. De most, uh, most én azt mondom, hogy ez nekem ott van az évjátékai között. És mikor oda kerülünk, akkor ténylegesen meg, meg fogom tudni mondani, hogy hogy, hogy ott marad-e. De én nagyon hiszek ebben a játékban. Azok alapján, amiket láttam, azok alapján, amik, amiket tudok a készítőkről, ez az egyik legjobb Star Wars játék, ami valaha készült. <laughs> Tudom, hogy ezek nagy szavak, de egyrészt ott van az, hogy ilyen még nincs. Tehát nem arról, nem arról van szó, hogy mondjuk egy új Jedi Knight készül, mert a Jedi Knight egy kicsit más, kicsit, kicsit más kategória. Uh, ez nem Jedi Knight. Köszönhetően ennek a, ennek a nagyon erős um, fókusznak a közelharcra és, és a, harc, a harc mennyire fontos. Ott is nagyon fontos, de ott kicsit, tehát egészen más a harcnak a ritmusa. egészen más, hogy működik a harc. És ott nagyon kicsi az esélye mondjuk, hogy szétszedjen. Egy, egy alacsony szintű karakter, mint, mint például ebben a játékban. És akkor még rengeteg dologról nem beszéltem, szintlépésről, uh, abilitik vásárlásáról. Én, én nagyon meg vagyok elégedve. Nagyon nem bántam meg, hogy megvettem nulladik nap, és uh, sőt, előrendeltem, és nektek is ajánlom, hogy ha kicsit is érdekel akkor rakjátok oda a, a kívánságlistátokra, vagy vegyétek meg karácsonyra, mert nem tudom, kérjetek karácsonyra ezt. Fantasztikus játék, és minden pénzt megér. Ennyit akartam csak mondani. Talán, ha eljön még az ideje, akkor uh, jelentkezem egy, 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 kicsit összeszedettebb kritikával az egész játékról, amint végigjátszottam. De most egyelőre azt mondom, hogy, hogy érjetek be ennyivel, és én megyek visszajátszani, mert uh, mert vissza akarok játszani, mert ez egy nagyon-nagyon jó játék. És, és én imádom a Star Wars-ot. Tehát igen, ez egy elfog, elfog, elfogult kritika. A, 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 olyan tégedetben elfogult, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Star Wars-ot. És uh, ugye a héten volt két Mandalóriai rész, meg ez, és még mindig azt mondom, hogy keep them coming! <laughs> Jöhet az újabb Star Wars, akármi is az. Úgyhogy menjek is vissza, és folytatom. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, sziasztok!